Jelenségig összeroncsolódott autók maradtak egy ma reggeli hármas karambol után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egyik autó a nagy ködben előzés közben ütközött a szemből jövő kocsival. Ettől megpördült az úton, és egy másik autó is belerohant. Hárman sérültek meg súlyosan, ketten életveszélyesen, a vétlen autó sofőrje később belehalt sérüléseibe. Tűzoltók állják körbe a fának csapódott vétlen autót, és egy mentőorvos azon dolgozik, hogy a roncsba szorult sérültet minél hamarabb és minél biztonságosabban ki tudják szabadítani. Hosszú percek teltek el, mire sikerült a gerinchordágyon rögzíteni a sérültet. Két súlyos életveszélyes sérültet láttak el a kollégáim a helyszínen. Ezen kívül még egy könnyebb sérülésekkel szedtettek be egy idősebb urat a bajtársaim a megyei kórházba. Az egyik életveszélyes sérültet sajnos újra is kell pihenni az átadás során. Grafikán mutatjuk, hogyan történhetett a karambol. A balesetet okozó autós az előtte haladó kocsit akarta megelőzni, de a köd miatt valószínűleg későn vette észre a szemből érkező autót, és frontálisan ütközött vele. Ezután kocsija megpördült, és az úton keresztben állt meg. Ekkor rohant bele egy másik autó. Két nyíregyházi tűzoltóegység érkezett a helyszínre, azonnal megkezdték a műszaki mentést, valamint két sérültet a feszítővágó segítségével tudtak csak kimenteni az összetört roncsokból. Ez az autó okozta a balesetet, a kocsi eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, sofőrje az egyik súlyos sérült. Ez pedig az az autó, amelyik szemből szabályosan érkezett. Sofőrjét vágták ki a tűzoltók a roncsokból. Még élve sikerült kiszabadítaniuk, de később meghalt. A balesetben megsérült 46 éves baktalórendházi férfi a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az, hogy pontosan mi okozta a balesetet, a rendőrök még vizsgálják. Jelenségig összeroncsolódott autók maradtak egy ma reggeli hármas karambol után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az egyik autó a nagy ködben előzés közben ütközött a szemből jövő kocsival. Ettől megpördült az úton, és egy másik autó is belerohant. Hárman sérültek meg súlyosan, ketten életveszélyesen, a vétlen autó sofőrje később belehalt sérüléseibe. Tűzoltók állják körbe a fának csapódott vétlen autót, és egy mentőorvos azon dolgozik, hogy a roncsba szorult sérültet minél hamarabb és minél biztonságosabban ki tudják szabadítani. Hosszú percek teltek el, mire sikerült a gerinchordágyon rögzíteni a sérültet. Két súlyos életveszélyes sérültet láttak el a kollégáim a helyszínen. Ezen kívül még egy könnyebb sérülésekkel szedtettek be egy idősebb urat a bajtársaim a megyei kórházba. Az egyik életveszélyes sérültet sajnos újra is kell pihenni az átadás során. Grafikán mutatjuk, hogyan történhetett a karambol. A balesetet okozó autós az előtte haladó kocsit akarta megelőzni, de a köd miatt valószínűleg későn vette észre a szemből érkező autót, és frontálisan ütközött vele. Ezután kocsija megpördült, és az úton keresztben állt meg. Ekkor rohant bele egy másik autó. Két nyíregyházi tűzoltóegység érkezett a helyszínre, azonnal megkezdték a műszaki mentést, valamint két sérültet a feszítővágó segítségével tudtak csak kimenteni az összetört roncsokból. Ez az autó okozta a balesetet, a kocsi eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, sofőrje az egyik súlyos sérült. Ez pedig az az autó, amelyik szemből szabályosan érkezett, sofőrjét vágták ki a tűzoltók a roncsokból. Még élve sikerült kiszabadítaniuk, de később meghalt. A balesetben megsérült 46 éves baktalórendházi férfi a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az, hogy pontosan mi okozta a balesetet, a rendőrök még vizsgálják.